Közel 18 hónapja tart már a háború. Mit akar elérni Ukrajna? Tette fel a kérdést az XN Mihály Lopodolják, Volodymyr Zelenszky Ukrán elnök hivatal vezetői tanácsadója. A kérdésre adott válasz pedig így hangzik. Ukrajna stratégiai célja a területek feltétel nélküli visszaadása mellett olyan feltételek megteremtése, amelyek lehetetlenné teszik az agresszió megismétlődését a jövőben. Podolják hozzáteszi, hogy a területek visszaszerzése kulcsfontosságú, és a háború szüneteltetése a megszállt területek felszabadítása nélkül elfogadhatatlan. Mint írja, ez csak arra ösztönözné Moszkvát, hogy növelje étvágyát és rövid szünet után visszatérjen a háborúhoz. Fogalmaz Podolják. Azt is kijelentette, hogy semmilyen más békefeltételeket nem hajlandóak elfogadni, kizárólag a sajátjukat. A tanácsadó szerint ugyanis nincs alternatívája a kijevű békeformulának, ami az ukrán hadsereg megerősítését, a fegyverek szállításának felgyorsítását, az elfoglalt területek visszaadását, a rendszerváltást Oroszországban, a kertérítés fizetését az új kormánytól, és a háborús bűnösök kötelező megbüntetését tartalmazza.